Driving course with Pisti. Hát ez nem egészen driving course, de igen. De gyakorlatilag az van most. Igen, a driving course, igen, az ilyen autókat rettenetesen szeretem, amiben a driving course annyi tulajdonképpen, hogy működik a sávtartó. Alapvetően van távolságtartónk, a gázt ezt nem tudom nagyon nyomni, mert csak 65 mérföldre lehet menni, úgyhogy így jelzésértékkel rajta tartom a kezem a kormányon. De egyébként tök jó. Most megyünk Las Vegas be, és hát most jelenleg szerintem a következő egy óra arról fog szólni, hogy hogyan jutunk ki elébe a reggel 7-kor. Ami megjegyzem, egyébként jó ötlet volt. Úgyhogy... Igen, tehát itt a szembe lévő forgalomra, ahogy így jönnek az autók, az a jelenet jut eszembe, aminek az egyik vágóképe ez, amikor így jönnek szembe itt az LA Freeway-n az autók. Igen. Aztán ugye felrobbannak a bombák, és Sarah Connor elég a kerítést ráncigálva. Milyen durvák ezek a hegyek? Amúgy tudjátok, hogy azokon átmegyünk? Úton vagyunk, yep. Úton vagyunk, megtankoltunk, ez nagyon fontos. Megint izgi volt, na. Basszus, pont azt beszéljük, srácok, hogy ez valami kegyetlen, amit látunk. Hihetetlen durva egyébként az, hogy akkora óriási területek vannak itt, bassza meg, hogy rendesen a view distance már nem render el. Nem, ez itt is render. Nem lodolja be. Ez hihetetlen. Kész, tehát... Nem tudom, hogy mondani. Egyébként nekem óriási nagy vágyam volt mindig egyszer leáthezetni a sivatagon Las Vegasig, úgyhogy ez nekem most egy ilyen óriás boldogság. Ez volt jó lesz. De nagyon-nagyon faja. Most Bástó felé vagyunk úton, még 29 km, nem mondom mérföldön, ez busz is. 29 km még Bástó, és akkor utána kezdődik ugye a Nevada sivatagnak a legnagyobb része, tehát úristen, bazd meg, mindegy, megőrülök. Nagyon durván néz ki. És utána megyünk fel ugye a Vegas-i útra, ami egyenes oda vezet, és az úgy durván egy olyan, hát még innen 270 km. Ez egy ilyen 4 órás trip egyébként, aki kíváncsi rá, nincsenek fizetős utak, és hát autópálya van. Tehát aki azt képzeli, hogy egy ilyen kétsávos fütykös megy a sivatag közepén, nem. Nem, legalább 6 sávos, helyenként 8-12 sávos utak vannak, szóval minden fasz. Krumpli rágó. Ez a rágós kés? Milyen rágó? Ja, nagy hubabuba. Nagy. Big hubabuba, az meg nagy hubabuba, az baszó. Ismét úton vagyunk. Ja. Bogár nélkül. Megálltunk, tartottunk egy kis technical break-et. Ott a madár, nézd, most elmért meg. Nem. Greenpeace. Fasza volt, újra back to. Anya feszülősbe. Hello. Másik anya is feszülős. Ujj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 j
a káttal, azt mondom, a sivatagban hallgass meg, az úgy once in a lifetime. Sziasztok srácok, megérkeztünk meg ide. Jani, de miért kell mindig elbuzulni? Érkeztünk Las Vegasba. Nagyon jó. Kurva meleg van. Kijöttünk a parkolóból és megláttuk egy kaszinót is. Fak. Most meg megnézzük a várost. Nem részletezzük, mert a drog rossz. Semmi, rossz de. Dolog. Fak. Fuck. Na mindegy, úgyhogy a maradék 3 dollárunkban most eszünk valamit. Nagyjából egy olyan 36 fok van most jelenleg, és megdöglünk. Így van. A trippünk maradék részét egyébként benzinért tarhálásra fogjuk tölteni, tehát költeni az időnket, ami hátra maradt, hogy visszajussunk elébe. Nem tudom pontosan mennyi, hát nagyjából egy olyan 100 dollár üzemanyagból egyébként simán haza lehet jutni. Mármint úgy értem, hogy inkább 60 kötőjel 80 optimistára. Szerintem az egy olyan... Hát mit tudom én... Ha énekelünk is, szerintem megvan egy két nap alatt, nem? It's the blackout, Rory got the back out, showing my black ass, engine.
living in a glass house. Started in a crack house. Obama went the back route. Kill Bin Laden, another four up in the black house. Still got the max out. Pull a mask down like a mascot. Still trick with bitches. I would money her with ass shots. Good, had room for one more. I took the last spot. Re-up gang Peter, nigga Yaden hit the jackpot. Hol vagyunk, Isti, most? Egy kristályban az ember. Mit csinál? Nem tudom, bassz, meg minden, hogy gyöngy van, meg kristály. Ez egy kaszinó. Hogy lehet ez? Bejöttünk a meleg elől. Yes. Jó, man. Továbbra is itt vagyunk Las Vegasban. Ugye mennyi vagy, mint a igen, jobb. És a jockey club. Gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy menekülünk a nap elől egyik klímás épületből a másikba, de tök jó, hogy így át lehet így menni. Igen. Olyanok, mint a szigeten. Igen, pedig gyönyörű az utca, hogy körbe nézünk. Gyönyörű az utca, de baszott meleg van. És mindenki fél pucéra nyomja egyébként. Ja. Mi nem, mert mi európaiak vagyunk. Europe. Vagy mi. Az. És vannak erkölcsei. Nem, erkölcs. Erkölcsei. Túl meleg van, nem tudom kimondani túl. Most ezt. Trouble on my mind. I got trouble on my mind. Na, srácok! Szevasztok, srácok! Kijöttünk a... Végeztünk a munkával. Végeztünk a munkával, igen. Igen, ez itt megöttünk egyébként a... Hát, nem tudom, mennyire fog látszani. Nézzük meg. Az ott a Bellagio. Igen. Itt mögöttünk van a bejárati szökőkút. Nagyon sok limuzin. Ott, igen, meg nagyon sok minden, és hogyha megfordulunk... Most sötét lesz a fejem, de leszarom. Ez az a vízfelület, amiből olyan nagyon rohadt kurva magasra szokott feltörni a víz. Az Ocean's Eleven is egyébként itt játszott a Bellagioban. Ja, és aki egyébként ismerős, az ott a Caesars Palace. Nem, csak hogy valamennyire azért... Ez pedig az Eiffel-torony, de most erről ne beszéljünk. Igen. Szóval... Nagyjából végeztünk itt. Annyit tudnotok kell egyébként Vegasról, hogy igazából azért nem tudunk nagyon sok mindent mondani róla. Las Vegas az három dologból áll. Boltból, nem a fasz, négyből. Boltból, olyan helyből, ahol enni vagy inni lehet, vagy mindkettőt. Igen. Kaszinóból, nagyon sokból. És rengeteg nőből. De akkor ez mi volt a negyedik? Mi volt a negyedik? Én nem tudom. Miért volna? Szóval mindenhol nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kell költeni, aminek nincs, úgyhogy no. Úgyhogy ez igen. De egyébként így rápróbáltunk a nagy részére, de igazából az ember ameddig a szemmel lát, vásárolni tud, szórakozni tud minden formában, vagy aludni olyan helyeken, ahol hát elvileg jó. Igen. Nem tudom, de egyébként látványra brutális. Nagyon jó hely, iszonyú hangulata van, meg látszik az embereken, hogy hát élvezik ezt. Mindenki nagyon jól érzi magát, igen. Meg rengeteg 4-20 van. Az utcán. Igen, de mondjuk, ja, igen. Na mindegy, tényleg mind jó itt a hangulat, de na, nem mindenkinek való ez a hely. Igen, aki erre jár esetleg, biztos, hogy élvezni fogja. Egy dolgot viszont szeretnék mondani. A szerencsejáték rossz, értem? Nagyon rossz, tényleg. Rossz. Nem olyan rossz, mint a Cségóláda nyitás, de rossz. Majdnem annyira rossz. Return of the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, pimpstrap walking, a little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. De most már a lábadom, hogy de milyen gyerek... típusú bogár? A seg... Bazd meg! Behoztál egy veszélyes állatot az autóban, vezetek! Kivágott a faszba, simát a faszba! Igen, nálam jobban senki nem fél a bogaraktól, úgyhogy majd elmentünk rájuk meg. István, most! De probléma az, hogy ha jönnek felém egy fegyverre vagy bottal, semmi baj, mert tudod, de bogarak ne! Nem lehetsz ekkora komolyan, hogy emelőd, nem? Hát beszart ő is, bazd meg! Hát mit töljek meg? Rajta volt a lábamon. Mennyire volt? Elhesegettem, és a másik lábam rászik. Mekkora volt? Egy szárt autóba elhesegetted, hova, bazd meg?
Hova eszik egyszer egy ekkora bogara? Nem hiszem el, bozd meg, hallod, mekkora? De a faszomnak néz ki a kezibe! Megállunk egy benzinhez! De ez nem onnan jön! Nem írtad ki, hogy ne menjen fel a faszomba! Jó, még egyszer elmondom, nem a lábamon volt, hanem oda repült a kocsiban, de... És hogy kéne repülni? Repülni! Bazd meg! Tudjam, hogy tud repülni! Mi az, hogy ismét ismert, bazd meg? Ismert, nagyon hülye! Ha ismered, akkor mondtad volna, hogy a fasz az! Hol van az élet, hogy a balad férget behozod, ami repül? Hát a horgasfejük alatt félek! Most meg elkezdtem érezni a lábamon, hogy valami lábam! Nekem is tiszkett a lábam! Most meg a faszom ki! Álljál meg egy kis repülőt! Csinálja meg, bassz meg! Bassz meg, valami meg csak jajó, nem? Tiszkett a lábam! Bassz meg, ez ugyan, bassz meg ez a nylon. Én megőrülök, ha itt lesz a valami helyzet. Én kezdtem jól lenni, de most komolyan van. Most mondom neked, a szopat kiderül, mesztelenül fogsz a nevadai sivatagba futni, geci. Most mondom. Szóval az mondja, hogy álljak, hogy szeretnéd nevet köztetni. Geci, leöntelek olajjal és rátintem a tollad, bazd meg. De az a baj ezzel a túlrepülnivel, bazd meg, hogy ezt a tulajdonságát 20 perc után árultad el. Hát ez viszonylag kurva lényeges, hogy milyen módon tud megtámadni ez a kibaszott állam. Nem tudod megmondani, hogy szúnyog volt a sas? Nem láttam meg, érted? És akkor így baszod, nyugalom! Nem, a nyugalom az a filmekben is. Kulára kerek. Még egyszer elmondom, nem akarok barát kelteni, mert arra nincs szükség. Még egyszer elmondom, kobarak másznak és repülnek. Vagy vagy. Vagy együtt a kettő. Tényleg? Hát nem egy fejben ül. Te még hagyját baszod. A faszom, de ki tudja, hát még skillpontokat szerez itt, hogy mászkál közöttünk, faszom, azt még... Én nem tudom, ez mennyi szigor, de egyébként lehet, hogy a félelemből táplálkozik, tehát a faszom... Akkor már rég kurva, akkor már kintotta volna a kocsit. Tudod csinálni. Azt, hogy megkérdezz, Bordi, próbáljuk meg szimbiózisban élni vele. Jó? Jó. Na. Akkor legyünk szimbiózis. Fasz csinált, miért vész hozzám? Te vagy te fasz? Hozzáér a bokámhoz és elrántja a kezét! Hülye vagy! Mi a kurva is tényleg? A kurva élet, bassza meg! Hozzám és elrántja a kezét! Nem hozzád értem, hanem azt a szart, a forrólát a felhúzta jól. Ne húzz föl! Most taposom szét, adjad! De hát csak szeretet a... De hogy ment volna a szőnyeg alá, bassz meg, ez bebek úszik, vagy mi? Mi tudod, mi ez? Hát nem akarom tudni. Na, hát akkor látom, mi lehet? Én vezetek, mondom a tervet. Van körülbelül 5 percet megtalálni ezt a redvás szart. Amennyiben nem, lehúzódunk a vízhajálósába és felgyújtjuk az autót. Ennyi. Megszorolva szétfújjuk a geciba az egészet.